Sziasztok, ez itt a Kincskeresők. Attila mellettem. Itt vagyunk a Seaside Parkban, Bridgeporton, Connecticutben. Sziasztok! Ismét egy kicsit hűvös napon. Elég hűvös van, de nagyon szép a tengerpart. Itt már jelzett valamit a masina, hatalmas horgony. Igen. Ez a park, Attila, mi ez ennek a parknak a jellegzetessége? Hát egy nagyon régi park, rengeteg régi dolgot lehet találni, találtak is már itt mások is, én is. Régebbi érméket már az 1800-as évek közepétől megvolt ez a park, nagyjából ebbe a formájában, ahogy most van. Tehát túl sok földmunkát nem végeztek, ezért aránylag elég sekélyen vannak, nem nagy mélységben a régi dolgok, mindenfélék, amit elhagytak az emberek. Ja. Úgyhogy Bridgeport Seaside Park, ez a, úgy gondolom ez a negyedik adás, ugye? A negyedik adás, igen. Úgyhogy induljunk. Indulás. Yeah. Mindegy, most jó. De nézzük, valami itt lesz közvetlen a hűbe, nem túl mélyen. De nem tudni, mi lehet az. Ó, oké, megvan. Na nézzük. Egy egycentes, egy régi egycentes, oda néz, ilyen mélységben. Milyen? Ez egy új penny. Ki gondolta volna? 1918? 1918? Wow, szép. Lehet, hogy valamelyik detektoros hagyta el, ahogy itt detektorozott. Lehet. Lyukas volt a zsebe, mi? Hát, előfordulhat, mert látod, hogy a föld felszínén volt. Lehet, lyukas volt a zsebe. Jó. Ez elég vicces. Ott én valami jelet kapta? Valami van, de egy nagy darab vas is van itt. Viszont itt mellette lehet, hogy... Lehet, hogy itt van valami, megnézzük. Lássuk akkor. Ha itt lesz, ugye itt volt az egycent. Hát itt volt az egycentes, amit találtunk. Ja. Csak úgy hallatszik, mintha még mélyebben is lenne valami. Megnézzük, hogy... nem, azt szerintem az a vas annak volt a hangja, csak most már eltűnt a jel. Úgyhogy... Nem jött össze. Nem, majd a következő. Van ilyen is. Na, mit fogtál be, Attila? Hát egy közepes hangon. Jön, úgyhogy lehet, hogy csak egy pultebb, de lehet, hogy egy 5 centes. Oké, hajrá! Nézzük meg, nem túl mélyen, körülbelül egy 4 incs mélyen lehet. Nem is ások neki túl nagy lyukat. Nézzük, hogy mit találunk. Aha, itt már. Jelez. Nincs túl mélyen. És itt van a tetes. És mi az? Egy darab. Ilyen doboznak a széle, vagy valami ilyesmi. Aha, ez valószínű, hogy kollégáink rejtették el nekünk biztos. Ja.
valaki tettek a szemetet. Az a baj, hogy nagyon hideg van, és nem, ez így nem, ja. nem poén. Eljöttünk a tengerpartra. Kicsit körülnézünk. Melyik park ez, Attila? Fogalmam sincs, hogy mi a neve. Az jó. Ez is ugrálós egy kicsit. Azt mondod, az első? Első valami? Az első, amiből akármi is lehet. Ugye mondod, hogy milyen jeleket kapsz mostanában? Ja, körülbelül egy ilyen 6-7 inch mélyen lehet, ha minden igaz. Digit. Ja. Elég kemény itt a talaj. Hát figyelj. Nem az a kincseket, kis puha valami. Meg kell dolgozni a kincsekért. Nézzük, hogy... Itt van valahol, de eléggé össze-vissza jel. Csak így nem tudom, mire számít. Csúkik hirtelen. De mindjárt kiderül. Be kell kapcsolni. Lehet, hogy ez az, mert egy szög, rozsdás szög, de még alatta lehet bármi. Megnézzük, hogy alatta is van-e még valami jel. Az volt. Ja, valószínű, hogy ez volt, mert nem nagyon van alatta már semmi. Itt van még valami, mondjuk. Egy kupak. Egy kupak, ez volt még, ami mellette volt. Rozsdás, mi? Egy, ja, egy rozsdás, ja. Várja. Kicsit le, jobban látszik, hogy... Akkor ez még fénykupak, mi? Mhm. Egy normál, sörös kupak. Szóval ez korán sem olyan park, mint az előző részekből. De hát ugye itt is idő kell hozzá, meg türelem, meg... Sok időt bele kell tenni, nem Attila? Ja, hát... Minden parkot meg kell ismerni, hogy... milyenek a viszonyok, mire lehet számítani, érdemes visszamenni. Vagy csak szeméttel van tele némelyik. Na hát most ez is olyan, tudod, hogy lehet, hogy 100 000 szemét közül, lehet, hogy mindenki ezt gondolja, tudod, hogy sok a szemét, itt nem érdemes, és közben itt van egy-két kincs. Ja. Ja, ezt nem lehet tudni. Sosem tudhatod. Ja, kupak. Ha. Egy csavar. Azt a... Egy csavar? Aha. Mi a helyzet erre? Elvileg egy 10 centes, ha minden jól sikerül. De nem túl mélyen, ha minden jól megy. Még bármi szemét is lehet ez. Múltkor nem így álltál hozzá, múltkor azt mondtad, hogy aranyóra. Igen, akkor tisztában voltam a tereppel.
arra. Aha. Milyen régi ez? Nem túl régi, fönn volt a felszínen szinte 2013. Aha. Valami jel ismét van itt, nem túl mélyen. Megnézzük ez is, mi lehet. Aha, itt van, meg is találtuk. Egy gyönyörű fulltáb. Szép. Ásunk? Hogy érzed, Attila? Egy érmére számítok. Szép a jel? Nagyon jó jelet kaptunk. Nagyon régi érmére számítok, kérlek szépen. Aztán lehet, hogy nem az lesz. Ne csalódjak a fémkeresődbe. Abban nem csalódsz. Maximum bennem. Fémdetektorodban, de már valamit megvallottam, valamit megkapartam. Igen, egy kő van itt. Nem, az egy kincses ládát. Ja, a kincses ládát. Oké, okay. Parancsolj. A kincses ládádat kikapartam. Az mi? Kő. Ja, jó, oké. Okay. Kő. Az már a... megvan. Azt hittem, ekkor aranyrögöt találtam. Igen. Én is abban reménykedtem, de ez még úgy látszik, hogy várat magára. Nézzük meg, hogy... Uh-huh. Itt van benne valahol, de nem érme lesz szerintem, mert elég becsapós jel volt. Igen. Egy kis fólia vagy alumínium darab. Sajnos ennyi. Nem jó. A részvétel a fontos. Így van. Néha. Egy tízcentesnek néző, vagy tűnő jel. Úgy néz ki, hogy itt lesz. Csak a föld felszínén, amit mostanában hagytak el. Aha, nézzük csak. Jaj. Rezeg mi? Nagyon rezeg. Na. Hopp, megfogtam. Aha, egy centes, nem tíz. Vá. Wow. 80-as. Hát. Ha jól emlékszem, ma már találtunk 3 centet. Legalább. Itt lesz megint egy 10 centes. Na, ez most már az kell, hogy legyen. Jó, az előbb is azt mondtad, és 1 centes volt. Jó, nem, hát persze, ezt nem lehet tudni. Tévedni emberi dolog. Meg hát ezért izgalmas ez a dolog. Mert lehet egy 10 centes is, lehet egy hűbe való is. Lehet akármi is, kérem szépen, de... De nem ezüst jelet fogtál, ugye? Hát azt is nehéz megmondani, hogyha ezüst jel vagy nem, mert lehet ez egy ezüst gyűrű is. Egy kis vékonyabb ezüst gyűrű. És lehet olyasmi jele, mint egy 10 centesnek, vagy 1 centesnek. Na, vajon hova lett ez? Eltűnt. Itt van ez. Itt lesz. Valahol. Valahol. Hopp! Igen, igen, de visszaugrott. Egy gyönyörű 10 centes. A változatosság kedvéért. Ez egy 1980-as most. Mint az előző. Nem tudom, hogy látszik. Látszik. 80-as? Mhm. Uh-huh.
Hát. Úgy látszik, itt a 80-asok mennek. Úgy tűnik, hogy mélyebben van valami. Valami van. Valami van. Mélyebben. Nincs az olyan mélyen, itt van valahol, de szerintem valami kis szemét lesz, mert, ja, látod? Ez is csak egy darab ilyen, nem tudom, valami alumínium ez is. Valami szemét darab. Ja, megnézzük, hogy hát ha... Ja, alatta nincs semmi, ez volt csak. Na szóval itt az a helyzet, hogy itt előttünk már volt valaki, de hát egy 2 méterre odén már valami jelet fogott Attila. Hát valószínűleg csak egy centes. Nem baj, a kicsit is meg kell becsülni. Igen. Nézzük. Mert nem is túl mélyen. Találtunk abban. Igen, itt lesz valahol, oda néz. És nem egy centes, hanem valami, szerintem valami játéknak a... Fémjáték? Aha, valami játék autónak, vagy valaminek a darabja. Matchbox. Valami olyasmi lehet, szerintem így. Erre valami bele is van írva. Ha kibírnám dobozni. Jól látom. Nem tudom ezt. Magyó? Hogy 230. De az nincs benne, hogy matchbox. Hát akkor itt az előttünk lévő úriember is valószínű, hogy ezt érezte, csak úgy volt vele, hogy neki nem kell. Hát egyből látta, hogy ez egy matchboxnak a darabja. Hát ki tudja mi az. Sétáljunk arra fölfele. Na nézzük, mik vannak a tirán. Egycentes hegyek, de ez is régi amúgy, látod? Az nem régi, mert megvan, el van rohadva, én látod? Ez az a, ezek azok, amik 82 után készültek. Aha. Ezt a két darab 10 centes találtuk, nem túl régiek. Igen, ez a két 10 centes, ez régi egycentes. Itt vannak a modern, teljesen modern egycentesek. Ezek a kicsit régebbi 82 vagy azelőtti egycentesek, mert ezek nem rohadnak el. Uh-huh. És találtunk két darab régi egycentest. Az egyik az 1918-as, azt hiszem talán az. Ez 18-as, jó. A másik az pedig 1942-es. Ez 42-es lesz. Ja. 42, ja. Úgyhogy ezek az érmék mára. Nem egy túl nagy fogás, de igen, ma nem. Valami volt. Mégsem üres kézzel megyünk haza. Ja. Hát és a mai nap szemét termése. Kupakok. Ó, ez, látod, ez egy régi kupak. Egy valamivel régi. Hát olyan, mit tudom, egy 80-as években még. Igen, az, ami lehúzogatos. Utána meg, hogy... Ez a régi, látod? Ez egy régebbi, mert ez még a más méretű. Azt hiszem, hogy ezek még régebbiek, ezek az első fajta ilyen dobozos üdítőkről származhatnak. Ja. Hát van itt, én úgy látom, ez egy szelepsapka, bicikli szelepsapka, nem? Fémből? Meg túl nagy. Ja, igen, túl nagy ahhoz is, az nem a... Nem is, igen, öreges. Nem az valami kis csavarocska. Ja, főleg ilyen pultebek. Ugye drót. Ez nem tudjuk mi, részből van az valami. Ja, részből volt, és aránylag elég mélyen. Akkor ez nem egy tudni, ilyen mi lehetett.
valami játéknak a tartozéka, az van ja, benne. Talán itt voltak a kerekek, nem tudom, hogy igen. Hogyha... Valami kis autó, lehet ilyen school busz lehetett, nem? Ja. Iskola busz. Így. Ja, és ez egy érdekesség, ugye? Egy tükör. Ez tükör. Kihúzhatós tükör. Ez akkor kell, hogyha mondjuk el van törve, vagy nem tudom, mit ja, elmondani. Itt valami. Valami van, de hogyha, mit tudom én, valami mögé be akarunk ja. nézni. Így, alulról, fölülről, és akkor ja. így. Mondjuk ez csak a föld felszínén volt, tehát ezt nem kellett ásni. Ja. Tükörreflexes, látod? Ja. Ja. Úgyhogy ezt így össze kell csukni. Titán. Titán, hát akkor ez bírja. De mégis figyelj, igazából azon kívül, hogy a tükör be van törve, ez nem tudom, hogy miért csuklik így, ennek nem kéne. Lehet ezt meg kell húzni, ezt a csavart? Lehet, hogy lehet rajta húzni. Ja. Hát ennyi gyerekek, akkor ez megy a kukába, az meg megy a gyűjteménybe.